Egy ember meghalt, és 57-en megsérültek, amikor két metró összeütközött Mexikóvárosban. A tragédia okait még vizsgálják, egyelőre nem világos, hogy hogyan karambolozhatott a két szerelvény. Nem ez az első halálos baleset a mexikóvárosi metróban. 2021-ben 26 ember vesztette életét, amikor az egyik metróvonal felüljárója összeomlott, az akkori katasztrófát a hiányos karbantartás okozta. Egy önkéntes elsősegélycsoport tagjai, mentősök és tűzoltók tucatjai, sőt, rendőrök és katonák is a baleset helyszínére siettek szombaton Mexikóvárosban. A sötét metró aluljárót csak a fejlámpák fénye világította meg. Egyesével vitték a felszínre a sebesülteket, több mint 50-szer kellett fordulniuk. A legsúlyosabb állapotban az egyik metró vezetőjét találták. Négyen egy metrókocsiban rekedtek, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsok közül. Két metró ütközött össze, helyi idő szerint délelőtt 9:40-kor, a baleset okai egyelőre ismeretlenek. Az egyik utas, egy fiatal nő életét vesztette a tragédiában. A négy utas, akiket ki kellett szabadítani, mind kórházi ellátásra szorulnak. 57-en sebesültek meg, néhányan csak kisebb sérüléseket szenvedtek, de mindenkit kórházba vittünk. Egy utas sajnos életét vesztette, mondta Mexikóváros polgármestere. A hatóságok később közölték, 24 sebesültet hazaengedtek, a többieket azonban bent tartják megfigyelésre. Összesen 7 mexikóvárosi kórházban helyezték el őket. Az egyik utas később elmondta, az ütközés következtében elment az áram, s azzal együtt a világítás a metróban. Ezután füst töltötte be az aluljárót, ezért alig kaptak levegőt. Hozzátette, 30 percet vártak, mire a hatóságok megérkeztek, és megkezdték a sérültek ellátását. Nem ez volt az első halálos baleset a mexikóvárosi metróban. 2021 májusában történt a mexikói tömegközlekedés legsúlyosabb balesete, 26-an haltak meg, és közel 100-an megsérültek, amikor a 12-es metróvonal egyik felüljárója összeomlott, és maga alá temette az alatta haladó autóforgalmat. A katasztrófát akkor többek között a hiányos karbantartás okozta.